Október 26-án egész estére helyet foglalhatnak maguknak azok a filmkedvelők, akik ellátogatnak az Éjszaka a moziban című programra. Idén először szerveznek egész estés mozi élményt az Egri bevásárlóközpontban. Az eseményen egy mozi egyáráért egy karszalagot kapnak majd a résztvevők, amivel este 8 órától egészen másnap hajnalig szabadon mozoghatnak a különböző termek között, és több filmet is megtekinthetnek. A szervezők összesen 12 alkotással készülnek. Több vonalon indultunk el. Nyilván nagyon népszerűek most a képregények, úgyhogy kettő olyan film lesz, ami a Marvel univerzumból jön. Az egyik a Deadpool, a másik pedig a Pókembernek a legújabb része. A magyar filmeket sose hagyjuk ki a palettából, hogyha valami különleges eseményünk van, és egyébként sem. Úgyhogy lesz a Bujék, ami egy vígjáték, illetve lesz a Kincsem. Ezen túl lesz még a Bohém Rhapsody, ami a tavalyi év egyik nagy sikerfilmje volt. A vígjátékok után a hajnali órákban horrorfilmek közül is válogathatnak majd a résztvevők. A program nem csak a fiataloknak szól, hanem az idősebb korosztályokat is várják az eseményre.